Romániából toborozápolókat az osztrák egészségügy éjjel Magyarországon keresztül utazott ki az első csoport Bécsbe. A vonat szigorú biztonsági szabályok mellett haladt át Magyarországon. A szomszédos országokban közben elindult a nyitás, Ukrajnában mától megnyitottak a parkok, Horvátországban és Montenegróban pedig a nyaralási szezont tervezgetik. Hatalmas csomagokkal sietnek ezek a nővérek a vonathoz a temesvári pályaudvaron. Osztrák idős otthonok és kórházak várják a szakképzett ápolókat Romániából. A legtöbben már korábban is dolgoztak Bécsben, de sok új nővért is toborzott az osztrák egészségügy. Idős embereket fogok ápolni. A Bécsben dolgozó kollégáim közül is sokan fertőződtek, nem tudnak dolgozni. Szükség van ismét rám is, mondta az egyik ápoló. A vonat 10 vagonjában pár tucat utas volt, és megállás nélkül haladt át éjjel az egészségügyi folyosón Magyarországon. A következő vonat 2 nap múlva indul Romániából Ausztriába, még több ápolóval. Romániában pénteken kezdődnek az enyhítések, a kormány visszavonja majd a szükségállapotot, és a cégek is újraindulhatnak. Ez már Ukrajna, ahol az egészségügyi ellátórendszer az összeomlás szélére került. Nincs elég hely az intenzív osztályokon, sok helyen pedig hiány van lélegeztetőgépből. A kórházunkban nincs fertőző betegségre szakosodott szakember. Az egyik kollégát küldtük továbbképzésre, de ő is megbetegedett, és most itt tápoljuk őt is az intenzív osztályon, mesélte az egyik kórházigazgató. Ukrajnában egy 71 éves férfi is meghalt a vírus miatt. A rokonok sírva mesélték, hogy a kórházban meg sem próbáltak segíteni rajta. A család szerint az egész kórházban csak 2 lélegeztetőgép volt. Az egyikkel egy orvost kezeltek, a másik pedig nem működött. Ilyen körülmények között mégis enyhítések léptek életbe mától Ukrajnában, mondta az M1 kárpátaljai tudósítója. Kinyithatnak még a múzeumok, a könyvtárak, a fogászatok, az ügyvédi irodák és a közjegyzők is. Megengedték a profi sportcsapatok közös edzését is. És a parlamentben a kormánypárt berkein belül arra keresik egyes képviselők a támogató szavazatokat, hogy a tervezett szeptember helyett minél hamarabb megnyithassanak az óvodák is, hiszen ha beindul az élet, akkor valakinek vigyáznia kell a gyerekekre is. Horvátország is fokozatosan megnyitja a határait. Zágráb mostantól beengedi azokat, akik üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt utaznak. De azok is beutazhatnak Horvátországba, akiknek van ott ingatlanjuk vagy temetésre érkeznek. Zágráb közben azon dolgozik, hogy júliustól a turisták is szabadon utazhassanak a horvát tengerpartra. A hétvégén pedig a montenegrói kormány jelentette be, hogy júliustól koronavírusmentes övezetként fogadná a turistákat. Podgorica egyelőre nem árult el részleteket, de az biztos, hogy az ország bevételeinek jelentős része a turizmusból származik, ezért mindent elkövetnek, hogy elinduljon a nyaralási szezon.